Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Big Dave vagyok, és itt is lennék egy újabb videóval. Méghozzá, ahogy azt előző hétvégén ígértem a, a, a streamekbe, megcsináltam, srácok, az a, a Udinézek keretes ö, másik accountomat, és, és, és erről, a, erről is egy, egy kicsit így a, a hétvégi tervekről szeretnék nektek beszélni, de először is, mielőtt ö, beszélnék ezekről a tervekről, megmutatom azt, hogy hogy mi fogadott igazából ezen az accounton engem, mert nagyon-nagyon meglepődtem. Tényleg, srácok, ne gondoljatok semmi rosszra, hogy én, én, én itt uh, SBC accountozom, vagy vagy valami hasonló, de de ugye mondta, ezt az accountot, <coughs> bocsánat, és, uh, és hát természetesen mondtam, hogy akkor mondjuk az első két Advanced SBC-t, de úgy, hogy nem az első két magát. Uh, az SBC, nem, az első két részt a, a, a mondjuk a, a nation ö, Advanced SBC-ből megcsináltam, és hát srácok, ezt nézzétek mi fogadott, szóval é, én, én, teljesen ledöbbentem, szóval kár, hogy, nem, nem videóba csináltam meg, ö, hatalmas Prime Gold Players Pack, <laughs> csak néztem, hogy, hogy, hogy hát itt, itt, itt meg mi történt, ezt nézzétek, itt már láttam walkout, nem is néztem így a színeket, hogy, hogy ebből mi lehet. És akkor itt látom már, hogy atya úristen az Icon, még az a francia, és kisétál egy, még az egy Prime Desai. Hát srácok, hatalmas, tényleg. le voltam döbbenve. És így, így igazából annyi, annyit akartam, hogy egy, egy ilyen 100-150k coins így, meg így, így körülbelül, hát így, így lett egy 600k coins is. Szóval tényleg teljesen ledöbbentem, hogy, hogy még egy... Idén, idén úgy néz ki, hogy fonzom ezeket a francia ikonokat, szóval ledöbbentem teljesen, igazából tényleg 180 90 k használtam el, és össze is hoztam a csapatot. Szóval srácok, akkor áttérve itt a hétvégi ö, tervekre, ahogy azt ígértem, hétvégén dupla Weekend League ö, accountos ö, hétvége lesz, szóval... Lenyomom majd a 30 meccset a saját accountomon is, és lenyomom majd a 30 meccset ezen az Udinéze account is, és akkor most itt előttetek ezt a 2000 pontot. Gyorsan be is váltjuk, és akkor regisztrálok is a Weekend hétvégére, ahogy majd a másik account is fogok ö, regisztrálni a Weekend, league, hitvég, ö, weekend hétvégére. Ö, szóval, srácok, na... Meg is, meg is van az achievement erre a, a accountra is, szóval srácok a lényeg az, hogy próbálok majd próbálok majd minél korábban kezdeni, mert tényleg, hát egy, egy, egy ilyen jó 7-8 órás streamre lehet majd számítani minden egyes nap péntek, szombat, vasárnap úgy tervezem igazából, hogy ugyanúgy 10, 10, 10, 10, 10, 10 10 meccseket letoljak, csak ugye így 20 meccs lesz szóval minden egyes nap 20 mérkőzés lesz letolva, ami, ami legrosszabb esetben is ilyen 7, 7, 7, és 8 óra közé esik. Ha mondjuk egy meccsre ilyen 20 percet számolok, körülbelül nem vagyok tudjátok az a nagy matekos, szóval lehet, hogy plusz-minusz 1 óra, attól is függ, hogy mennyi hosszabbítás lesz, és a hasonló mondjuk mennyi rage és és, 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 a többi, és a többi. Szóval ö, akkor a hétvég, hétvégén a, a Twitch-en találkozunk, már péntektől kezdve, mindenféleképpen megmondom őszintén, ilyen 5 és 4, és, 4 óra és 5 óra fele megpróbálom elkezdeni, és akkor ilyen évfél egyik próbáljuk ö, tolatni a, 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 a Weekend ligget, és akkor meg is mutatom nektek, hogy mi, mi milyen squadot is raktam össze itt az Udinézének. Na srácok, ezt nézzétek, ezzel a szpadval fogjuk ö, lenyomni a, a Weekend ligget. Szóval két, két játékos, aki ugye úgymond all-time uh, Udinéze tag, és, és muszáj volt betennem, az, az egyik a Handanovic volt természetesen, mert, mert megmondom ezt, hogy játszottam Muszóval, és, és hát Muszó sajnos, sajnos nem, nem az igazi, és, és muszáj volt egy Handanovic vennem, uh, szóval ő lesz az egyik, a másik, meg a, a Louis Muriel, mert oda, oda CM-ben Max a, CM a Mandragorát vagy a Okakát tudtam volna betenni. Mandragornak 58-as pace, Okakának 64-es, uh, Hát, hát nehéz lett volna oda-oda-oda betenni, szóval ugye Louis Muriel is játszott ö, ö, egy, egy, azt hiszem, négy, négy vagy öt évvel ezelőtt nálunk, szóval azért is őt beraktam, és akkor láthatjátok. Megvettem a Football dale lazányát, egyelőre ötven meccset játszottam vele, ami kellett a, a kvalifikációhoz. 43 gólt lőttem vele, kegyetlen ez a kártya, tényleg, srácok, ez, ez bármilyen csapatba. Bárhova, akár Super bárhova ajánlani tudom, mert egy rohadt jó lap. Ahogy, ahogy amúgy a Depault is, ővel is 52 meccsen, 38 gól, ez is fantasztikus kis teljesítmény. Nagyon jó kis lap a Célleg a ródi a alapja a is, imádom. Hatalmas, hatalmas, szóval biztosan, biztos, hogy elleszek velük. Azért itt a, a védelem az, az egy kicsit ö, ö, lyukas, meg, meg a, a két CDM-em, ami ami okozhat problémákat, az egyik a jajáló, a másik meg a, a fofáná. Itt még van egy ö, puszétom, aki ugye alapvetően már őse, őse a, a, a Udinéze játékos, mert ugye télen eladtuk a, a azt hiszem 8 misiér, és, és ő, ő őse, őse már, de azért még így a játékban 5 öt, öt muszáj volt 5 ott szamba még lehet is használni, szerintem egy elég jó kis kártya, és akkor alapvetően a védelem, ahogy életbe is felépül, Strigel Larsen a, jobb jobboldali védő, Zema, ugye itt elem, elem pozíció van, de a, a Zema, a Ken Zema szokott lenni a, a bal hátvéd, 42-es defje van, de majd, de majd azért shadow-t raktam rá, szóval ebből a dezáli pénzből az egész védelemnek kijött a, a, a shadow, szóval Mindenféleképpen rájuk mindenkire tettem. A, a, az egyik középső védőm a Demájo, a másik pedig, akiből év elején még érkezett Team of the Week, az a Trust Ekang. Szóval, így így épült fel a csapat, és akkor a padra meg természetesen Udinéze játékosok, és a három szuper szabon majd, aki természetesen ugyanúgy udinéze keret tag volt ö, régebben. Ö, Quadrado, Mahis és Alán, ők mindenféleképpen érkezni fognak majd a fél időben, vagy majd kicsit később. Ö, még a Valászt is próbálgattam itt Superszabnak, mondjuk a, a helyett, ő se voltam úgy olyan rossz, szóval. De ők, ők hárman fognak érkezni, a, a Muriel helyett érkezik a Quadrado, Mahis érkezik a Pulszéto helyett, és az a állam meg a vagy a Jajelo, vagy a Fofana, azt mindig meccs közben fogom eldönteni, hogy hogy, hogy lesz. Szóval srácok, igazából ö, ennyi lett volna ez a videó, csak mondom, itt megmutatom, hogy mi történt itt velem a héten, tényleg nem nem akartam itt eltűnni, csak csak most nagyon benne voltam ebbe hogy megcsináljam a kvalifikációt ö, ennek a csapatnak is és akkor most van csütörtök este, holnap fogom pénteken fölteni ezt a videót, látni fo holnap fogjátok látni, és akkor, akkor pénteken már is egy ilyen négy fele kezdünk a, a, streamer és, a streammel, és, és mondom egy ilyen évfél egyik kb. megyünk, és ugyanúgy szombaton is, és vasárnap is. A Youtube-ra az összefoglalókat megpróbálom mindig vágni, most dupla annyit kell vágni, és ne ijedjetek meg, Ö, azért most a hosszúsága is lesz, mondjuk egy videónak ilyen 25-28-30 perc körül, nem tudom, hogy a, amennyibe bele tudom sűríteni, egy egy 20 mérkőzést kell ugye megvágnom. Ö, lehet, hogy lehet hogy a, a péntek összefoglaló majd csak szombaton, vagy vasárnap lesz látható, a szombati az csak hétfőn, és a, a, a vasárnapi az csak kedden lesz látható. Ö, majd meglátom, hogy milyen ütembe fogom tudni ö, vágni. Lesz még itt a hétvégén, azt is elmondom nektek, egy egy ö, FIFA verseny, amit szerveznek már már elég régóta. Azt hiszem a, ez a Háperó FIFA Cup, azt hiszem ez a neve. Ö, azon, is, azon is részt fogok venni. Kíváncsi leszek, hogy ott is milyen eredményt fogok elérni. De tényleg egy jazz fan van srácok, sá szóval... Ö, megpróbáljuk oda tenni magunkat itt az egész hétvégén. Ezzel a kerettel is biztos vagyok benne, hogy, hogy jól fogjuk érezni magunkat a, a, a streambe, és remélem ti is nagyon jól fogjátok érezni magatokat a a, 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 hétvégi streamekbe. Szóval srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Ö, péntek, szombat, vasárnap találkozunk a Twitch-en, mindenféleképpen kövessetek minket ott is, és hogyha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Big Dave voltam, sziasztok!